Május 3-án a Mikuska család magyarkanizsai kalász utcai házában tűzütött ki, amelyben elégett a család teljes háztartási berendezése. Aznap este a család lányának esküvőjét tartották, és a házban bennégett a fiatalok összes kapott ajándéka is. A tűzben személyi sérülés nem történt, de a család mindenit elvesztette. A tűzesetet követő napokban dr. Bimbo Mihály, Magyar Kanizsai polgármester és az önkormányzat munkatársai megtekintették a helyszínt, hogy intézményi segítségnyújtásról biztosítsák a családot, amelyhez a Magyar Kanizsai Szociális Központ is hozzájárult. Így a család egyszeri gyors segélyben részesült, hogy a legszükségesebb eszközöket pótolni tudják. Aki bármilyen módon támogatni tudja a családot, segítsen. A család nevében is köszönünk minden segítséget.